Hévízre látogatott Glatfelder Béla gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, aki Papp Gábor polgármesterrel és Manninger Jenő országgyűlési képviselővel folytatott tanácskozást a Városházán. Átbeszéltük Hévíz jelenlegi helyzetét és jövőbeni lehetőségeit, és azt gondolom, hogy ez a fontos dolog, mert a jelenlegi helyzetünket azt kivívtuk, azt gondolom, az elmúlt 3-4 évben, főleg ennél a kormánynál az elismerésünket, és ez az elmúlt évek támogatásában meg is látszódott. Glatfelder Béla egy zalai származású politikus, aki 10 évet eltöltött az Európa Parlamentbe, és jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban államtitkár, és a turizmusért felel ezen belül. Úgyhogy tájékozódni jött le, habár én nekem személyes régi jó ismerősöm, és hát reptérügyéről és jövőni fejlesztésekről, és ezeknek a lehetőségeiről tájékozottunk, illetve egyeztettünk. Végignézte gyakorlatilag azokat a terveinket, amik az elkövetkező ciklusra szólnak, az eddigi eredményeket beszéltük át, és hát azt, hogy építettük ki azt a struktúrát, ami adott esetben minta lehet, vagy példa lehet adott esetben Magyarország turizmusában is. Szokták mondani, hogy a Hévíz Magyarország idegenforgalmi fővárosa, hiszen Budapest után a második legtöbb turista Hévízre látogat. Most már a számuk meghaladja évente az 1,1 millió főt, ami egy óriási szám, hiszen ez egy viszonylag kis város 5000 lakossal, ehhez képest a napi átlagos turista szám az 3000. Tehát a napi átlagos itt tartózkodók arányában a turisták majdhogy nem elérik a település lakosságának a felét. Lehet látni, hogy óriási fejlődés van Hévízen, de nem véletlenül, mert a polgármester úr odafigyel arra, hogy a különböző fejlesztések elősegítsék a turizmust és a város fejlődését egyaránt. Az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztési lehetőségek állhatnak Hévíz előtt? Ez egy bonyolult ügy, mert ugye most éppen arról alkudozunk az Európai Unióval, hogy mire lehet majd költeni az Európai Uniós támogatásokat. Turizmusra lesz körülbelül egy olyan 100 milliárd forint, de csomó ügyben nagyon be fogják szűkíteni a támogatási lehetőségeket, különösképpen ami egyébként pont a fürdőknek a fejlesztését illeti, vagy a szálláshelyeknek a bővítését. Éppen ezért az egyéb turisztikai vonzerőkre fogjuk helyezni a hangsúlyt, és emellett pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a turizmusban a fenntarthatóságot próbáljuk majd javítani, hiszen egy-egy szálloda teljes energia, teljes költségének, amivel működik egy szálloda, körülbelül az egyharmada az energiaköltség. Nagy-nagy mértékben oda fogunk figyelni arra, hogy ezeket a költségelemeket csökkenteni tudjuk, részben az energiahatékonyság javításával, részben pedig a megújuló energiák alkalmazásával. Gyakorlatilag megfogalmazódott az a projekt, ami a megyei közgyűlésnél is megtalálható, illetve a megyei fejlesztés terve, hogy Közép-Európa gyógyfürdő, gyógyturisztikai központja Hévíz központtal van egy ilyen terv, egy ilyen munkaanyag, ami gyakorlatilag Hévíz és Hévíz térségét öleli föl, és hát ebben számos fejlesztés van, az utak, az autópálya, a reptér és mindenféle turisztikai és ehhez kapcsolódó fejlesztések a legkisebbtől a legnagyobbakig, és hát ezt kell most gyakorlatilag elindítani, illetve mondhatnám azt is, hogy talán folytatni, és hát ehhez az ígéretek alapján a minisztériumtól, a szaktárcáktól egyértelműen megkapjuk és megkaphatjuk a támogatást.